Sziasztok! Az Instagram oldalamra kiírtam egy szavazást, hogy melyik laptopot vegyem, egy 2020-as MacBook Air-t, vagy az Asus-nak a ZenBook-ját, mert hasonló árkategóriában van a kettő, de ugye az egyik Windows 10-es laptop, a másik meg hát nyilván egy MacBook. És 10 ömében a MacBook-ra tettétek le a voksotokat, így úgy döntöttem, hogy engedve a közönség akaratának, MacBook mellett fogok dönteni én is, úgyhogy ez most 100%-ban a ti döntésetek volt, mert alapvetően egy nagyon nehéz döntés volt ezt meghozni, mivel a két laptop papíron nagyjából hasonló tudású, viszont nyilván megvannak a Mac-nek is a hátrányai, és az előnyei is, meg nyilván megvannak a Windows 10-es Asus ZenBook-nak is a hátrányai és az előnyei, és mérlegelni kellett, hogy na most melyiket szeretném jobban elfogadni. Ugye kezdetnek a MacBook-nál az a probléma, hogy két darab USB-C-s bemenete van, ami a halálom, úgyhogy a laptop mellé nyilván egyből kellett venni egy ilyet is, már csak új startból, ami legalább csinál belőle két normál USB-t, mert USB-C-t kb. A világon semmelyik eszköz nem használ még mindig. Tökre örülnék, hogyha legalább pendrive-ok lennének, amik támogatják az USB-C-t, de még nagyon azok se, úgyhogy nekem meg az itthoni külső vinyóim meg aztán pláne nem USB-C-sek, úgyhogy ez is egy faktor volt ugye a döntésben. Na, de végül is MacBook Air lett ugye az eredmény, ami egy Astro szürke 13 hüvelykes 8 GB memóriával szerelt laptop lett, és a mai videóban ezt fogom kibontani. Hát akkor vágjunk is bele. Itt az oldalán azt nézem, hogy van egy ilyen megkezdés. És akkor azt mondja, hogy ó, jön le róla a fólia. Ja, egyébként még miközben bontogatom, azt elmondom, hogy nekem ezelőtt egy MacBook Pro-m volt, egy 2015-ös MacBook Pro, és hát elég SOS-be kellett egy új laptop, mivel durván tönkrement a kijelzője. Szóval ez egy ilyen. Úgyhogy nem lesz nekem kifejezett újdonság az OS X, vagy már nem is OS X-nek hívják, hanem Mac OS, nem lesz nekem újdonság a Mac OS. Milyen szépen lejött, lebontottuk. És most jön az ASMR rész. Így. Itt van maga az eszköz, nagyon kis könnyű, de hát nyilvánvalóan ezért hívják MacBook Air-nek. Ugye, ahogy mondtam, itt van még rajta egy jack csatlakozó. Érdekes egyébként, hogy az Apple megválta a jack csatlakozótól az iPhone-on már 1000 éve, de mondjuk a MacBook-on még rajta van, illetve hát a két gyönyörű szép USB-C, amihez már megvan az átalakítom. Na, de most jön az ASMR rész. És az új eszközt, ahogy a kezedbe veszed. Itt van. Még egyszer mutatom. Így néz ki. És akkor nyissuk is ki, hogy mégis hogyan is néz ki ez az eszköz belülről. Várjál, egyből meg is indult. Egyből be is indult maga a cucc. Erre nem is emlékeztem, hogy egyből így indítja magát. Na, ezt a kis folpakot itt az anyja szentség, itt de nehéz kivenni. Ha? Hopp, 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 megvan. Fú, kivettem a folpakot. És akkor már... Hát bazzeg, elkezd nekem franciául pofázni. Hát komolyan mondom, ne pofázzál, majd mindjárt kitérünk erre is. Megmutatom a többi
kiegészítőt, amit még hozzácsapnak egy ilyen MacBookhoz, mert hát ugye azt is hallottuk, hogy a töltőkábelt is már, vagy nem is a töltőkábelt, hanem a hálózati adaptert is, hogy ki fogják venni ugye az iPhone-ból, sőt ki is vették, nem, hogy ki fogják venni. Szóval itt van még egy, nekünk egy USB-s töltő cuccunk, szépen becsomagolva, meg hát ugye szokásos ilyen hozzákapott üdvözlőkártyák, amik ugye itt vannak nekünk, ugye MacBook Air, meg hasonló. Telefonoknál szokott lenni ilyen SIM kiszedőtű, meg mindenféle. Most arra vagyok kíváncsi, hogy az Apple megtartotta-e a matricákat ugye a nagy környezettudatosság mellett, de megtartotta. És az is az újdonság benne, hogy ezek most nem ilyen sima fehér matricák, hanem ezek már ilyen illeszkednek a laptopnak a színéhez, úgymond. Szóval ez a különlegesség. Egyébként tök vicces, hogy nagyon sok ember eBay-en, meg ilyen helyeken árulja ezeket a matricákat, mert hát ezért is van, aki pénzt ad, tehát van, aki ezeket gyűjti konkrétan. És hát itt van a maga a hálózati adapter, amit nem bírok kiszedni. Csak kijött. És azt nézem egyébként, ugye nekem a MacBook Pro-hoz van viszonyításom, tehát annak kicsit retkes, de annak sokkal nagyobb volt még a MacBook Pro-nak így a tápellátása, meg hát az, ez így egybe volt, szóval volt ez a mágneses MagSafe-nek hívják. Na hát ezt teljesen leváltották, most nekem ez teljesen újdonság lesz, mert ugye itt van a töltőcske, és akkor belemegy az USB-C, ugye ezt kell róla tudni. De ez is egyébként azt nézem leválasztható. Még a másikban, a másik MacBookban volt egy ilyen átalakító is, tehát ezt le lehetett így pattintani, és még volt hozzá egy másik átalakító is, meg a magát a kábelt is, hogy rövidebbre, hosszabbra lehessen tenni, úgyhogy voltak benne jó dolgok, de ezeket most úgy tűnik, hogy ebből a MacBookból már kivették. Na, hát végül kiürült a doboz, szóval ennyi volt a dobozka, még a hátulján a leírások ott vannak, és akkor igazából most megyek és felszetapolom ugye a MacBookot, ezt a kicsikét itt. Jó vékony egyébként, ugye nyilvánvalóan azért, mert egy Air, tehát ez nem egy meglepő dolog, hogy vékony, hiszen az ember azért vesz MacBook Air-t, mert vékonyabb MacBookot szeretne, mint a Pro. Szóval ő lenne az, és akkor ez volt a MacBook Air unboxing videó. Ha tetszett, akkor mindenképpen csapassad a lájkot, a feliratkozást, és a többi. Instán és Facebookon is tudtok követni, minden videóban elmondom, de tényleg tudtok, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!